ha olcsó és megbízható erről szeretnél zsetont vásárolni, válaszd a FIFA Coin Zone oldalát és használd az FLEHEL kuponkódot 5% kedvezményért. Sziasztok srácok, itt is lennék egy újabb videóval, és a mai videóban már a FIFA 20-szal fogunk foglalkozni, és méghozzá kipróbálom a demót videón belül. Van egy kickoff mód és egy volt a futball mód, sajnos mind a kettőre nem lesz idő, viszont ezt két külön videóban fogjátok látni. Szerintem első alkalommal nézzük meg a kickoffot, legyünk egy Liverpool-lal, és játszunk egy Dortmund ellen, amely ezek maradhatnak, és igazából a csapatokhoz sem fogok hozzányúlni, úgyhogy nézzük a meccset. És már is a FIFA 20-at láthatjátok, nagyszerű. Ez szerintem egy picit javult már a grafika, itt a mostani képből már látszik is. Picit mintha a mezek mozgása is változott volna, és hál' Istennek nem ugyanazok a szurkolók vannak a lelátókon, ami, hát mit nem mondjak, egy kicsit hozzáad az egészhez, és hogy nem ugyanazokkal kell minden évben találkozni a lelátókon. Szala, nagyszerű labda. Alexander Arnold. Be kellene adni, jó, jön középre. Nem tudunk fejelni. Az pedig a Dortmundé. És már is jöhetnek ki a németek. Ajaj. Ajaj, ott az kiugrás, az nagyon jó labda, de les volt. Szerencsére Sanchónak, és itt kapott Paco Alcácer egy sárga lapot, amiért Van Dijk-ot felrúgta, hát szerintem az se történik meg a való életben, soha. Ajaj, most gondba vagyunk, a Dortmund lő! És Alissonnak ez nem jelent gondot, hát Paco Alcácer nem talált el a kaput. Maradjon is így ezutántól is, hogyha lőnek kapura nekünk, akkor ne legyen gól, vagy legalábbis ilyen helyzetünk legyen. Az jó. Nagyszerű labda, Henderson. Henderson, és ott a gól, 1-0 srácok. Óriási gólt lőttünk. Én megmondom őszintén, kipróbáltam már a demót, egy meccset játszottam, és hát ott ilyen lövések nem nagyon mentek be. Na, hát minél többet játszunk vele, annál inkább elhiszük, hogy ez egy jó játék lesz. Hát így nagyon jól állunk, Fabinho. És Szalának megy egy nagyszerű labda. Szala, Roberto Firmino, és Szalának jó lett volna. Hát, ez most nem jött össze. És pedig támad a Dortmund, és lassan fél idő végéhez közeledünk, ez viszont óriási les. Na, srácok, ennyi volt az első fél idő. Szerintem jobb lett, illetve jobb lesz a FIFA 20, mint a FIFA 19. Ebből én azt tudom leszűrni. Ez a menü design is eléggé tetszik, úgyhogy kezdjük el a második félidőt, és meglátjuk, hogy mi lesz. Az egy nagyon jó labda, Mané mehet, Mané csel, úristen, de szép volt. Na, legurítjuk, jön a lövés, úha, megint Henderson próbálkozott szerintem, de Bürki ezt kivédte. Alexander Arnold szöglete, nem jó, jön a lövés, lepattan, ott van még, de azt már kirúgja a Dortmund védelme. Próbálkozunk meg még egyszer. Szala visszagurítja. Ez pedig itt a dortmundi játékos sorba elakad simán. Lehet tudat alatt les taktikát alkalmazok, mert itt nem nagyon tudnak elmenni mellettem. Mané, csel. Jó, Mané-nál a labda. Legurítjuk. Jön a lövés, elakad. Az jó lehet Hendersonnak. Jó is. Azt be kell lőni. Úgy is van. Wijnaldum volt, azt hiszem a gólszerző, így is van. Hát azért ez eléggé szép gól volt szerintem. Itt ahogy átfutott, és az a labda is nagyon-nagyon szép volt. A befejezés az pedig, hát tanári. Na, jól jön középre a labda, és a lövés pedig elkerüli a kaput. Nagyon kevés tartotta attól a Dortmundot, illetve az a lövés, hogy hát majdnem meglett a szépítő gólja a dortmundi csapatnak. Az jó lehet Mané-nak, Mané utoléri, jön a csel, az szép passz,
az pedig Manénak nagyon jó, Mané eltekerés, ott a gól, 3-0, nagyon szép lövés volt. Nem is tudom, hogy szerintem ez is valami újdonság, mert a FIFA 19-ben nem így lőttek a játékosok, azt ezért megnézzük újra, valami új fajta animáció lehet, igen. Ahogy átvette és ahogy előtte, az teljesen más és nem is hasonlítható a FIFA 19-hez. Szalának mehetne egy indítás, de elakadnak a... illetve elakad a dortmundi védelemben. Az még jó is lehet, Szalá. Nagyon jó Szalának a labda. Jön a lövés, kimarad. Hát itt 11-es nem nagyon fogunk rúgni. Pedig kíváncsi lettem volna, hogy milyen az új 11-es lövés, illetve rúgás. Elég érdekes. Ilyen célzó keresztet raktak be a játékba. Kíváncsi vagyok, hogy az hogy lehet rúgni, de szerintem majd arra is fény derül egyszer. Szala nagyon gyors, úristen, mennyivel látszik, hogy mennyire látszik, hogy mennyire gyors. A fejünkről lerúgták a labdát, így pedig szöglettel jövünk, amit Alexander Arnold fog elvégezni. Jó, jön középre, a fejes is pontos, de ez Bürkinek nem jelent gondot. Valószínűleg a kirúgás követően vége lesz a meccsnek, így is van, srácok. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, remélem, hogy tetszett az az első FIFA 20-as videó, habár csak a demo volt, de... Hát így is a FIFA 20, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Hamarosan jön egy Volta Futball videó, illetve lesz egy hogyan kezd el az Ultimate Team-et videó is, úgyhogy dobjatok egy lájkot, illetve iratkozzatok is fel, legközelebb találkozunk, én Lehel voltam, és sziasztok!